A rajkai faluházba várták a helyieket és a mosonmagyaróvári városvezetést, hogy egy sajtótájékoztató, valamint egy kötetlen beszélgetés során bemutassák a digitális falu program keretein belül megvalósuló Mosonmagyaróvárt és Rajkát érintő projekteket. A köszöntő után dr. Gál András Levente, a digitális jólét program szakmai vezetője ismertette a program részleteit. A digitális falu programban elsőként egy közvéleménykutatást, úgynevezett településszondát készítettek, amiben a lakók és a település vezetők kifejthették véleményüket az okos megoldásokkal, illetve problémákkal kapcsolatban. A második termék, úgymond, amit átadunk, az úgymond a Költözvidékre platform. Magyarán, hogy támogassuk azt, hogy ne csak megyejogú városokba jöjjenek beruházások, ne csak megyejogú nagyvárosokba érkezzenek új lakosok, vagy ne csak agglomerációs környezetbe, hanem mutassuk meg, és a pandémia ilyen szempontból számos negatív hatása mellett egy pozitív hatást meg tudott mutatni számunkra, hogy igenis a mai digitális eszközökkel lehet jó életminőséget kis településen is élni. A harmadik beavatkozás pedig, hogy hatósági drónok segítsék a település fejlődését. Ilyen drónt fog kapni Rajka és Mosonmagyaróvár is. Kiképzik most a kollégáimat, mármint a rendész kollégákat. Azt kértem, hogy tartsunk egy bemutatót egy hónap múlva, amikor a gyakorlati képzés is véget ér. Hadd lássa a lakosság, hogy innentől kezdve nagy testvér figyel, nem csak a bokorból, hanem a levegőből is, és hát számtalan alkalmazás lehetősége felmerült. Például ki tudják szűrni majd az illegális szemetelőket, eltűnt embereket tudnak felkutatni, baleseti helyszíneket biztosítani, és a hőkamera segítségével akár egy-egy távhővezeték meghibásodását is fel tudják deríteni ezzel. Rajka is örömmel csatlakozott a programhoz, hiszen a koronavírus járvány alatt egyre több lakója lett a településnek. Egyre több szlovák nemzetiségű ember jelentkezett be, az elektronikus ügyintézés pedig nagyban segítette az önkormányzati dolgozók munkáját. A drónnak is nagyon örülnek, hiszen már jó néhányszor szükség lett volna rá, mint mondták. Az elmúlt évek során voltak itt vízibalesetek, voltak közúti baleset, tűzeset, de akár a elhunyt migráns esetében is, amikor a nagy tuzokvédelmi terület közepén meg lett találva egy elhunyt migráns. Ott ugye felvetődött a kérdés, hogy jó lenne átpásztázni a területet, hogy egyedül volt, többen vannak, más is bajba jutott esetleg azon az éjszakán, és akkor egy ilyen drón átrepülése ez könnyedén megoldható lett volna. A sajtótájékoztató után drón bemutatót tartottak, ahol egy szabálytalan kvadozó nyomába eredtek a drón segítségével. Ezzel próbálták bemutatni, milyen segítséget nyújthatnak a településeknek ezek az eszközök.